biztos voltam benne, hogyha tovább mennék, akkor meghalnék. Akkor benyúltam a zsebembe, és ott volt a Jézus zászló. Szóval, hogy én azt mondtam meg, hogy ne feledkezzem meg az Istenről, mert ez csodálatos. De... Én átszelemültem. Egy másik hang színen. Hallok ilyeneket, hogy jaj, hát hogy lehetett ilyen temetést, hát biztos nem is örült volna az, aki meghalt. Pszichológushoz tudtam járni, aki megmondta, hogy Hilda, egy embernek egy temetése van, és kinek akarok én megfelelni. Sziasztok, üdv mindenkinek! Ha a női erőről, tartásról egyszer szobrot formáznának, akkor lehetséges, hogy mai vendégemről mintáznák. De ő valahogy azt is csodálatosan megmutatja, hogy az úgynevezett erős nők is mennyire törékenyek. Vendégem Stercer Hilda, szikla, fal és hegymászó, a Hópártuc alapítvány alapítója, nem utolsó sorban erős volt hegymászó özvegye. Hello! Dobálj be mindent hátra, nyugodtan, jó? Hello! Szia! Nagyon örülök, hogy találkoztunk. Hát igen, nagyon. Hasonlóan. Tényleg. És mi van ebben a sok hátizsákban? Az egyikben a laptopon van, azon dolgoztunk itt a kolléganőmmel, vagy a vezetőtársammal, uh-huh. Anikóval, a másikban az meg alapítványból. Igen, az alapítványban a vezetőtársam, Anikó. És a mászó cuccod, mert hogy mászni viszlek. Igen. Ugye? Hát igen. Hova vinnélek? Igen. Mennyire része a napi életednek, maga a napi rutinodnak a mászás, meg ez a fajta mozgás? Sajnos nem annyira, mint amennyire szeretném. Tehát ez a jó, ha heti egyszer eljutok mászni, meg ez a heti egyszer eljutok futni, akkor így. Tehát ugye ezek így be vannak azért tervezve, de hát ez ennyi. És mennyit jutsz ki mondjuk... Tehát, hogy amikor mászni mész, mondjuk heti egyszer, akkor terembe mész, vagy kijutsz a szabadba a természetben? Hát sziklára meg aztán végképp. Sziklára meg végképp. Hát mert ugye a sziklára, hogyha kimennénk, az egy napra érdemes menni. Tehát akkor van értem. Az már nem egy rohanás. Tehát egy mászóteremben, hogy ott vagyunk egy óra, két óra, végig daráljuk az edzést, aztán mindenki megy a maga útjára, de... A sziklán az egy ilyen közösségi élmény. Igen. Beszélgetünk, megnézzük egymást, trukkolunk, hova menjünk, az út lesz jó, tehát hogy ez egy ilyen egészen... Átlényegülés. És mondjuk, amikor kijutsz végre a sziklára, akkor mennyi idő ebből, most ugye itt a teljes, abszolút belvárosban találkozunk, itt van a váladon a sportcuccod, az irodád, stb. Tehát, hogy ebből a tempóból mennyi idő neked mondjuk megérkezni a sziklára? Ez tök érdekes, mert így mindig ott jövök, hogy éppen milyen napom van. Tehát, és ezt nem tudhatom, tehát nem annyira exakt, hanem ugye amikor az első útnak az első akasztásaig eljutok, akkor így érzem, hogy nem a totál szét vagyok esve, vagy hú, na most itt valami olyan van, hogy itt a flow, de hogy ezt így ott érzem meg. Ha ott mondja neked a szikla gyakorlatilag azt, hogy ki vagy te. Igen, aznap. Ez milyen érdekes, hogy mennyivel többet tud rólunk adott esetben, nem? Mint ahogy mennyire jobban látni. Igen. Illetve, hogy az tényleg úgy, találkozom azzal az önmagammal, aki itt a rohanásban lehet, hogy csak egy, nem tudom, tollejtésből, jaj, már megint szét vagyok esve, de hogy ott meg úgy nagyon sokkal intenzívebben előjön az, hogy éppen mennyire vagyok zaklatott, vagy nem. És ez tényleg, persze van olyan nap, amikor tudom, hogy na most ez valószínűleg nem lesz annyira jó. Mert nem vagyok ott fejben, meg keveset aludtam, meg minden. Én úgy tudom, hogy te gyerekkorodban, ha már a toll elejtést mondod, hogy gyerekkorodban ez gyakran megvan. Tehát, hogy egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ügyetlenebb, vagy a koordinációddal voltak kihívások, inkább így igen, nekem az olyan gyerek volt. Voltál, aki...
Hát aki így mindig lejt valamit, igen. Az volt nem a tudom, ezt hogy lehet finoman mondani. Hát olyan kis, de nem kimondottan bénácska voltam, mert ugye ez így nem éreztette velem úgy a annyira környezet. A környezet. Annyira, akkor kicsit igen. Ugye, hát a tanáraim legalább nem, ők elfogadták, hogy én hintázom, és máig örülök, hogy engem hagytak hintázni a széken például, mert anélkül biztos gond lett volna. Aha. Na jó, szóval, hogy volt ez, és akkor azt gondolom a mászásban, nem tudom, tehát, hogy ez is helyére kerül, nem? Tehát hiszen ezzel is foglalkozik az alapítványotok, gyerekek számára. Igen. Hogy... Hát nekem, én azért is kezdtem el ezzel foglalkozni, mert ez totál, tehát, hogy én nagyon meglepődtem rajta, amikor például egy osztálykirándulást vittünk, egy sötét szobába, ott volt 8 gyerek, egy beszélt, be kellett menni hozzá, és persze a gyerekek mit csinálnak, szerteszél dobálják a cuccokat. Uh-huh. És hát normál esetben az ember bemegy, én bementem volna, és elbotlok, és mindenki röhög, és föl kell a maradék 6 gyerek is, és hogy ott tapasztaltam meg először, hogy tudom, hogy hogyan tapogassam ki a lábammal nyugodtan a megfelelő helyet, és ne akarjak berontani, hanem hogyan tudom önmagamat lelassítani, koordinálni, oda lopakodni ahhoz a kettőhöz, aki még dumál, és elhallgattatni őket. És nekem ez ilyen hatalmas felismerés volt, hogy ezt nekem a mászás adta meg, hogy már tudom, hogy hogyan lassítsam le magamat, hogyan tudom az érzéseimet kordába tartani önmagamat, vagy hát megint nemrég volt egy esküvő, ahol tele volt az asztal, és nagyon jó érzés volt, hogy tudom, hogy nem fog leverni semmit, hogy tudom, hogyan figyeljek a kezemre, hogy hol van a pohár, és én nem fogom leverni a poharat ahhoz, hogy oda nyúljak a kancsóhoz, mert látom, hogy mi van ott. De hogy korábban ezt nem tudtam. Illetve most is, hogyha nem figyelek, vagy nem ezt nem tudatosan csinálom, akkor simán fölborítom a poharat, mert és akkor kérdezik, hogy nem látod? Nem, tényleg nem. Tehát, hogy így higgyék el, hogy nem látom. Tényleg nem, mert igen, ez nem olyan. Én az van, hogy ez nekem, most, hogy mondod, passzus, ez nekem ismerős. Tudod, én mit szoktam csinálni? Hogy leülök, és akkor van a, mondjuk, ilyen tányér alátét. Van a, tehát nem terítő, hanem mondjuk a terítén van még egy tányér alátét, ami egy picit lelóg az asztalról. És ahogy beszélek, óhatatlanul én azt így meglököm, és egy csomószor borítottam már magamra tányért, vagy vertem le tányért magam előtt. Ez is egy ilyen koordinációs térlátásbeli, nem tudom milyen probléma. Lehet, hogy el kéne mennem más. Tényleg. De jó, de hogy... És akkor ti látjátok, tehát hogy ez akkor így működik a gyerekek szintjén is, gondolom. Igen. Ráadásul neki sokkal plasztikusabb még az agyuk, tehát át lehet húzalozni. Pontosan, tehát hogy ez a jó a gyereknél, hogy ő nála viszont át lehet húzalozni úgy, hogy már ne kell neki olyan szinten tudatosan figyelni, mint ahogy nekem kell. Tehát, hogy nekem ez sajnos nem fog tudni valószínűleg már beépülni olyan szinten, mint ahogy a gyereknél beépül, és attól kezdve már tudattalanul is úgy fogja tudni. Tehát nem kell erre plusz energiát fordítani, ha mostan még ilyen plasztikus az idegrendszer, 10 éves korig ugye van ez a nagy rugalmassága az idegrendszernek, ha most ez áthúzalózódik, akkor meg lehet ezt változtatni. Igen. Egy életre. De jó. Igen. És akkor milyen típusú gyerekeket, tehát hogy milyen problémákkal keresnek meg titeket szülők? Hát klasszikusan ez a nem tud odafigyelni az órán, vagy az óvodában nem csinálja azokat a feladatokat, amit ugye az óvónők kérnének, akár az iskola előkészítőre, kilép a feladatokból, elmegy onnan. Hát a figyelemzavar? Tehát klasszikusan figyelemzavar és mozgás koordinációs zavar, tehát ez is a futás közben gyakran elesik, amúgy meg mindenre felmászik, nem érzi akár a veszélyt, de közben meg mindig történik vele valami, panaszkodnak rá az óvónénik, hogy bohózkodik sokat, mert hogy tényleg ez egy összetett probléma, nem csak a kor, tehát ugye ez így összefügg az idegrendszer érettsége, az a mozgás koordináción látszik, és ez összefügg a magatartással, a viselkedéssel. Igen. Is. Ti gyerekeitek, Gerda és Csoma, ők mennyidősek most? 13 éves Gerda és 10 éves Csoma. Aha, akkor már ők kvázi a cél közönségéből pont, a Csoma pont kinőtt. Igen, igen, idén még mászott nálunk, igen. Igen, a haladó falmászásban. De ugye én úgy tudom, hogy ő az, aki a kettejük közül inkább a mászós. Így van, ugye? Igen, 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 igen. És őt milyen látni falon, meg sziklán, meg
kint, meg úgy... Hát én büszke vagyok rá, hogy ilyen jól mászik a gyerek, a vér nem válik vízzé. De hát amúgy látom, hogy... Tehát ahogy ugye az mi szüleink, az én szüleim, vagy Joel szülei se voltak mászók, hanem hát mi lettünk azok. A szülők általában, vagy a gyerekek nem követik feltétlenül a szülők útját, és nem, tehát számomra se az a lényeg, hogy az én utamat kövessék, hanem úgy kövessék, hogy találják meg azt, ami számukra ugyanolyan önkifejező dolog, és ugyanúgy megtalálják benne az örömüket, ahogy mi megtaláltuk a mászásban. Vagy én most megtalálom ebben, amit csinálok. Tehát, hogy ugye ez is milyen érdekes, hogy nem feltétlenül egy dolog teszi az embert boldoggá, hanem meg kell találni az utunkat, és ez az út az akár több is lehet. Hát igen. Téged mit tesz boldog? Engem boldoggá tesz az, hogy olyan dolgot csinálhatok, amivel másoknak használok, ami másokat gazdagít. Tehát nekem ez nagyon fontos, hogy úgy éljek, meg olyan dolgokat csinálok, amivel mások épülnek. Ez nagyon tetszett nekem egyszer, amikor azt mondtad egy interjúban, hogy ezzel az alapítvánnyal, meg az egésszel, azzal, ahogy a Zsoltnak a nem is tudom, a szellemiségét meg emlékét viszett tovább, és épített tovább itt nálunk, hogy nem az a cél, hogy újraírni egy picit azt, hogy hogyan emlékezzenek rá. Pontosan, igen. Mert hogy annyi minden volt, ami nem a nincs, és nem az ő halála, hanem ami az életében történt, és amit ő adott ennek a társadalomnak, meg úgy nekünk, magyar embereknek, meg hát az egész hegymászó társadalomnak, úgy képzelem, nemzetközi szinten is. Hogy ehhez az alapítvány hogy kapcsolódik, meg az a munka, amit ma végzel te? Tehát nagyon jól mondtad, hogy újraírni, aha, hogy azt lássák az emberek, és én azt szeretném, hogy úgy emlékezzenek Zsoltra, mint az a hegymászó, aki első magyarként megmászta a Mount Everestet, és az a hegymászó, aki műlábbal is talpra állt, és tovább követte a céljait, és példakép emiatt, hogy lehet nehéz helyzetből is felállni, és az álmainknak élni. És az alapítvány abban őrzi ezt, vagy én azt szeretném, hogy emellett egy nagyon önazonos ember volt. Tehát nem volt állarca, hogy amit mindig kérdezgetik tőlem, hogy és otthon milyen? És mindig azt kellett mondanom, hogy ugyanilyen. Aha. És azt gondolom, hogy ez nagyon nehéz, hiszen nem szeretjük megmutatni a bénaságainkat, nem szeretjük magunkat sebezhetővé tenni, de hogy ő simán bevállalta, hogy ez most neki nem megy, ő most nem érzi magát komfortosan, mit tudom én, egy interjú helyzetben is akár, mert hogy neki ő transzparens volt, és azt gondolom, hogy ez egy követendő példa, hogy legyünk önmagunkkal annyira jóba, hogy merjük azt is vállalni, ha valami nem megy. Mm-hmm. És gyakorlatilag az alapítványban is én azt szeretném, hogy ezek a gyerekek, akik rengeteg kudarcot átéltek, ők kapjanak egy megerősítést, hogy miben jók. Mm-hmm. És ugye Zsolt is ebben volt szuper, hogy ő tudta, hogy valamiben viszont nagyon jó, és ez a hegymászás, és akkor neki ezt kell csinálnia. Tehát, tehát kicsit fordítsuk már meg azt a magyar mentalitást, hogy ugye mit kapunk folyton az arcunkba az iskolától kezdve, hogy pirossal aláhúzva, ami nem jó. Uh-huh. És én pont az ellenkezőjét szeretném, hogy figyelj, ebben viszont tök jó vagy, és erre építs, az erősségeidre építsél. És hogyha ez erősségeidre építesz, akkor tudsz önazonos lenni, mert akkor tök mindegy, hogy másban jó vagy rossz vagy, mert be lehet vállalni, ha tudod, hogy miben vagy jó. És így, hát ezt így magamat is így szugerálom folyton, mert hogy... Úgy is hangzik, hogy ez mint hogyha most ilyen magadnak is szóló... Folyamatosan, mert hogy nem... Edukatív előadás lenne. Mert hogy nem ebben nőttem én se fel, és ezt így magamat is folyton így ezt mondanom kell, hogy... Mert minden nap szembesülök a bénaságaimmal, a képességeimnek a hiányosságaival, és minden nap meg kell küzdenem azért, hogy na most
most akkor tényleg, tehát hogy akár a vezetővé válás, hogy akkor én vezetem a hópárucot, szóval ezt mire ki tudtam mondani. Aha, mire bele tudtál abba állni, hogy ennek a csapatnak én vagyok a vezető. Igen, ez borzasztó, nem tudom, hogy te hogy voltál ezzel, nekem ez nagyon nehéz volt, így nagyon hosszú út volt ezt így bevállalni. És akkor ez is ilyen folyamatos út, hogy akkor jó, ez mit jelent? Tehát ma is volt egy ilyen beszélgetés, hogy fiú, akkor itt lehet, hogy ebbe jobban bele kellett volna állnom ebbe a szituációba vezetőként. És akkor ezt most megbeszéltük Anikóval, hogy most akkor bele kellett volna. Tehát, hogy ez ilyen, azért ez ilyen mindennapos küzdelem. Hát ez olyan, mint egy menni fölfele egy sziklán, vagy így kapaszkodni, hogy így nem, nincs megállás. Tehát, hogy az van, hogy lenézel, ott van ilyen mélység, fölnézel, még mindig van egy kicsi, vagy sok, vagy mit tudom én, vagy éppen nem látsz semmit. A makaló volt, hogy 3 méterrel a csúcs előtt? Igen. Tehát megfordultál vissza? Igen, tehát hogy szintben 3 volt. Hát igen, de nyilván az ugye mászásban több. Hát 30, az sem jött. Jó. Sok. De hogy ez egy ilyen, ez annyira szimbolikus, hogy valami, tudod, hogy angolul mondják ezt, hogy the one that got away, az az egy, akit nem sikerült megtartani, vagy megszerezni. Mm-hmm. És hogy ezt hova rakod az életedben, hogyan lesz ebből növekedés, meg hogy hogyan dolgozott fel, szóval, hogy úgy képzelem, hogy ennek hasznát vetted igazából ennek a kudarcnak. Én abszolút kudarcnak éltem meg élem meg még, de hogy igen, ez egy nagyon-nagyon erős élmény, ami tényleg így máig ott van, és hát én az egyik dolog ebből, amit én leszűrtem, az, hogy én egy hívő ember vagyok, és amikor elmentünk egy expedícióra, akkor az IMA csapatomat kértem, hogy mindenki viszi a szponzorának a zászlóját, és hadd vigyem én is a szponzorom zászlóját, és ami egy Jézus feliratú zászló volt, hogy én úgy akarok felérni a csúcsra, hogy én az Istennek szeretném megköszönni, ha sikerül felérnem. És amikor 2007-ben felértem 2 csúcsra is, akkor még azt kérte tőlem a csapat, hogy ha felérek, akkor hagyjam ott. És akkor a második hegyen tényleg ott is hagytam a Jézus zászlót, de a Makalu, ami ugye a következő expedíció volt, ott is csináltattam egyet, hogy legyen, hogy ezt így fölvihessem. Viszont ott 30 méterre a csúcstól ez nagyon-nagyon elfáradtam, ott már 18 órája voltunk úton. Már háromszor. Hát igen. Igen, igen. Tehát este 10-kor indultunk, ez délután 4 óra volt, és hát igazából 5-re értünk csúcsra. Már háromszor akartam visszafordulni, és teljesen elfeledkeztem erről, hogy mi van az én zsebemben. Uh-huh. És Zsolt felért a csúcsra, oda kiabált nekem, hogy gyere ide. Én megültem az előcsúcson, és biztos voltam benne, hogyha tovább mennék, akkor meghalnék. Tehát ebben így teljesen biztos voltam. És akkor visszaért hozzám Zsolt, akkor benyúltam a zsebembe, és ott volt a Jézus zászló. Szóval, hogy én azt tanultam meg, hogy ne feledkezzem meg az Istenről, mert hogy ő nagyobb nálam, és akkor is, amikor már én a végemhez értem, azért ott van még ő. A másik dolog, ami számomra nagyon nagy tanulság, hogy amikor azt érzem, hogy már mindennek vége, és iszonyatosan elfáradtam, és már nincs tovább, akkor igenis közel van a csúcs. Tehát, hogy akkor ne álljak meg, mert azért vagyok fáradt, mert már rohacsokat beletettem, azért vagyok fáradt, mert minden az, ami bennem volt, ami idáig elhozott, azt már felégettem, viszont akkor nagyon közel kell, hogy legyen a vége, hiszen már minden ott van. Akkor már csak egy kicsi hiányzik, és azt a kicsit még tegyem bele. De hogy ez állati jó, ez a felfogás, hogy igazából ez egy üzenet, amikor ki vagy, és amikor úgy érzed, hogy belehalsz rögtön abba, amit csinálsz, akkor ez egy üzenet abban, hogy mindjárt megvan az, amit csinálsz. Igen, és nagyon durva, mert jó párszor az alapítványa már, jó párszor be akartam dobni a töröl között, hogy itt már, igen. De miért, vagy mikor? Hát voltak olyan konfliktus helyzetek, hogy azt mondtam, hogy most tényleg, tehát hogy ezt én nem akarom megharcolni, egyedülálló nőként miért kell nekem mások férjeivel vitatkoznom, és erősebbek, és le akarnak nyomni, és nem hiszem el, hogy nekem ez kell. A női vezető lépnek. Eszenciáját hallgattam, igen. Igen, vagy akár anyagilag is megvolt, hogy
jó, eddig tudom ezt finanszírozni, és utána már én nem szeretném, és hát nem értünk el addig, és akkor most tényleg még áldozzak-e ebbe bele dolgokat, és ez a... tartsunk még ki egy kicsit. Aha. És akkor az a kicsi elhozta meg nyugvást általában. És nagyon durva, hogy tényleg ez bejött, hogy én igaz, hogy ott még valahogy nem annyi, nem, tehát hogy még kevésbé látszott, hogy hol van a vége, mint egy 8000-esen, és mégis tényleg elég volt még azt a pár hónapot, pár napot beletenni, tehát ahhoz képest már tényleg, amennyit előzőleg beleraktam, ahhoz képest már tényleg viszonylag keveset kellett még belerakni, és aztán tessék, itt van, hogy hol tartunk most. De ugye erre így újra meg újra figyelmeztetnem kell magamat, hogy soha többé makalú, hogy amikor nem hagyjuk. Tehát, hogy ez a amikor ez az mindegy, hagyjuk, akkor így makalú, nem hagyjuk, beleállunk. Akkor hasznos volt, hogy abszolút, volt egy ilyen is. Nagyon, igen. Mi történik az emberrel 8000 méteren? Tehát mi ez a 8000? 8000-es csúcsot megvászni? A 8000-es mászása van a Hildának, nem tudom, 8000, a legmagasabb is 8000 valahány szer. Mi ez a 8000? A mánia? Hogy... Igen. Mit ad a 8000 az emberiségnek, amitől ez annyira... Bocs, ha laikus a kérdés, de hogy egyszerűen annyira érdekes ez. De most, hogyha az emberiségnek kérdezed, hogy mit ad ez, akkor ugye visszakérdezed, hogy miért, mit ad egy festmény, mit ad egy zene, mit ad egy sport, mit ad egy olimpiai érem. És azt gondolom, hogy mit ad az embereknek azt a hitet, hogy úristen, ezt meg lehet csinálni. És hogyha ezt meg lehet csinálni, akkor egy ilyen bizalmat az emberiségben, önmagunkban, hogy mikre képes az ember. És ez azt gondolom, hogy másokat is inspirál. Visszaigazolás a képességeinkről? Vagy hogy... Hát nem az én képességemről. Nem egyébként, hanem mint ember. Hanem mint ember. Tehát, hogy az emberiség több annál, hogy a mindennapi kenyerét megkeresse. És vannak emberek, akik vágynak arra, hogy többek legyenek ennél. Mm-hmm. És valaki... épp elég nehéz az élet, és ugye a Maslow-i piramisnál tudjuk, hogy ha éppen az van, hogy túléljünk, akkor túlélésre játszunk, akkor nem önkifejezünk és önkiteljesítünk, de amúgy benne van ez a vágy az emberben, hogy több lenni, mint puszta létezés. Uh-huh. És az, hogy ki miben találja meg ezt a puszta létezésnél többet, az már egyéni, de hogy azt gondolom, hogy ez is mutatja, hogy és pont egyébként a 8000-es ezt meg nagyon, azt gondolom, hogy élesen mutatja, tehát talán nincs más, ami ennyire élesen mutatná, hogy hol van az, amikor a létezésnél a létezés, miért többet ugye a létezés, vagy az az oka, miért több, mint pusztán létezni. Uh-huh. Hiszen a lét és nem lét határán igazán jól elválik. De amúgy az ember szeret létezni, tehát hogy a hegymászónál jobban senki nem tudja, hogy amúgy maga az élet mit ad. Hát ez biztos. A tekintettel arra, hogy ez amikor a hegymászás közben gyakorlatilag a permanens lét és nem lét határán egyensúlyoztunk. És talán ennek a szimbólum, most így gondolkozom, ez is egy nagy isteni válasz, amit mondtál, hogy az ember szeretne mindig több lenni önmagánál, meg mint a puszta léténél többet megélni. De az arra gondoltam egyébként elsősorban, hogy pont ez, hogy ez a minek a szimbolikája ez a 8000 méter a ti életetekben, hegymászók életében, lehet, hogy pont ennek a lét vagy nem lét határának. Hogy ott, mert hogy ott azért ennek komoly fiziológiája is abszolút, van, hogy ott mi igen. Van. Hogy ezt nem tudjuk egyébként, mondd el, hogy mi van ott, azt hogy kell elképzelni, hogy ott mi történik veled? Hát, inkább elmondom azt, hogy mi a fiziológia, mert érezni nem érezünk mást azon kívül, ott már nem, tehát hogy ott pihenők vannak, nem az van, hogy hány métert megyünk, hanem kinézek egy pontot, és akkor jó, 5 pihenő még odaérek. Mm. És ezek olyan távolságok, amik itt így, nem tudom, 10 másodperc alatt, 20 másodperc alatt megtehető utak, de hogy ott már ilyen oxigén hiány van, hogy nem megy, vagy olyan oxigén hiány van, hogy két jegyű számot már nem lehet összeadni 8000-en, mert nem működik az agyunk.
de a másik fiziológiája, hogy, hogy ugye kevés a nyomás, és a víz ki akar lépni folyamatosan a sejtekből, és a szervezetnek abba kell energiát fetszolni, ami beit nem, hogy bent tartsa a vizet a sejtekbe. Aha. De amúgy meg maga az élmény, ha azt kérdezed, az pedig semmihez nem fogható. Tehát, mert hogy megtapasztaljuk azt, hogy fölérünk egy, mert már 7000-re fölérni, olyan, hogy körülnézel, és közel távol csak havas egy csúcsok. És több száz kilométerre látni, és csak havas egy csúcsok. Mm. És ez csodálatos. De... Én átszelemültem, ez egy másik hang színen, egy másik hang erővel. Hát ez... Mert hogy ott kell, tehát hogy ez olyan, amit így mutathatok erről képeket, de hogy az a levegő, az a havas, hideg, nem tudom, hogy nagyon szeretem a telet. Tehát hogy ez olyan, tehát olyan exakt, olyan egyértelmű, olyan nagyon tiszta világ. Tehát a hegymászó azt is szereti, hogy ott minden olyan magától értetődő. Ott a csúcs, oda kell elmenni, ez az út. És tök mindegy, hogy jóba vagy, tehát hogy egy főnökkel kell szerintem jóba lenni, de senki mással. Nem attól függ, hogy kivel tudtál itt mutyizgatni. Uh-huh. Nincs ilyen. Nem lehet senkit lefizetni. Nincs nő és férfi közötti különbség, nincsen női hegycsúcs, ugye nincs ilyen, hogy ugyanazt kell teljesíteni, nőként is, férfiként is. Viszont az is ott van, hogy pont ezt megérezzük, hogy mennyire törékeny az élet. Tehát nincs az a uhaj, megcsináltam, én vagyok a szuper király, mert pontosan érezzük, hogy annyira aprócskák vagyunk, és annyira törékenyek, és itt ebben a burokban gondolhatunk magunkról sokat, de valójában meg nagyon-nagyon-nagyon kicsi az ember. És ez ennek a kettőssége úgy. Az biztos, hogy alázatra nevel. Igen. Vagy alázatra tanít, aztán egy szebb szó. Igen. Beszéljünk a filmről. Beszéljünk. Megnéztem a filmet, és nagyon köszönöm, hogy kaptam tőletek egy titkos linket, mert ugye szeptemberben mutatják be, 22-e a premier, ha jól tudom. Igen, így van. Úgyhogy amikor ezt a YouTube nézők látják, akkor néhány nappal előtte vagyunk, amikor a Spectrum Home nézője, akkor pedig egy bő héttel előtte vagyunk, és most pedig nyáron beszélgetünk. Úgyhogy nagyon privilegizált helyzetben vagyok, hogy ezt megnézhettem, amit köszönök, mert nem akartam veled úgy találkozni, hogy nem látom. Mert nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ebből mi lesz. Mert ugye volt egy könyv. Igen. És akkor ez alapján készült a Magasságok és mélységek című film Csoma Sándor rendezésében. És én úgy tudom, hogy nem ő volt az első, akinek az az ötlete támadt, hogy az Erős Zsolt történetből, hogy a te történetedből mozifilmet csináljon. Miért ő volt az, akinek ezt megengedte? Azért, mert ő volt az egyetlen, aki olyan alázattal és olyan szándékkal közeledett, ami számomra elfogadható volt. Tehát, hogy neki az volt a meglátás, hogy nem akart. Tehát ő volt az egyetlen, aki nem hegymászós filmet akart, aki azt mondta, hogy van a könyv, a Hóper utc felesége, ő ezt elolvasta, nagyon megérintette, és hogy ő neki ez fontos, ez a téma. És azt mondtam, hogy ez nagyon jó, mert hogy számomra is fontos, hogy erről beszéljünk, és hogyha ő ebből filmet szeretne, és azzal a szándékkal, hogy a léleknek keresi a megértését, a lélek útjának a megértésére törekszik, akkor ez legyen. Uh-huh. Szóval pont jól nyújt hozzá a történet, ez úgy, ahogy te is élted gyakorlatilag. Igen, mert itt ugye ennek a történetnek te vagy a középpontjában, és olyan érdekes is volt, de nagyon friss még az élmény, mert pár napja láttam, és amikor beültél a kocsiba, mi most találkoztunk először, amikor beültél a kocsiba mellém, akkor hirtelen meglepődtem, hogy nem Pál Endőke ül be, aki téged játszik, hanem az igazi. Hú, ez nagyon durva, mert igen, így nekem látni azt, hogy valaki más bemutatkozik úgy, hogy Sterczer Hilda vagyok. És ez így mennyire... Tehát én tudod, és akkor megjön a hírem, hogy ne haragudj, de én Hildát várom. Ja, bocs, nem ő a színésznő. De ami ez még megrázóbb volt, az Trill Zsolt. Hát figyelj, nézd! Igen. Kísérteties. Igen. És én nekem, aki nem találkoztam soha Zsolttal, Erős Zsolttal életemben, te igen, és hogy neked milyen volt őt meglátni először Erős Zsoltként? Hát
Igen, nagyon visszahozza nekem is Zsoltot, igen, igen. Szóval nem... Abszolút, olyan furcsa, igen, igen, igen. Ráadásul én úgy tudom, hogy ebben a filmben a ti ruháitokban játszanak a színészek. Igen, igen. Miért? Vagy ez nem... volt kézenfekvő. Tehát, hogy ez neked egyértelmű volt, hogy ez így legyen. Hát ők ezt kérték, ugye ez volt a legegyszerűbb pehely ruhát szerezni, mert általában ezek drágák. Ráadásul ugye tök jó, hogy ugye abban a korban akkor ez így, tehát így vissza is. Tehát autentikus is minden szempontból. Hát amúgy igen, nagyon-nagyon furcsa volt. Nem rázott meg ez az egész? Csak hogy visszamenni oda. Az nagyon, de persze. Nagyon rossz volt mindig újraolvasgatni a következő adag forgatókönyvet, és hát ugye úgy kell, vagy én úgy akartam átolvasni, hogy tényleg így átengedni magamon, hogy jó, az ott úgy rendben van, tényleg azt éreztem, de akkor ahhoz ugye vissza kell úgy ásni. Hát ez az. Ami ugye azért annyira nem, tehát hogy most már így nem is szeretnék, tehát pont gondoltam, hogy elkészült a film, és így már a könyvvel én úgy éreztem, hogy egy fejezet lezárult, föltettem a polcra. Ehhez most így hajlandó voltam még egyszer utoljára leásni, és aztán így félreteszem. Elég volt. Elég volt. Abszolút, igen. Igen, azt képzelem, mert hogy az a nagyon érdekes, hogy mindezt respektálva, és most nehéz is egyébként most így riporterként, vagy beszélgető társadként megtalálni azt a megfelelő arányt, hogy mégiscsak itt elkészült egy film, és mégiscsak ki van téve egy rendkívül intim élethelyzet a nyilvánosság elé, és én értem, hogy ez egy film, és nyilván bizonyos részeket dramatizálni kellett, de azért mégiscsak ez egy nagyon autentikus alkotás. És azért itt a te fájdalmad, a te szenvedésed, a gyerekeid szenvedése, megjegyzem a kislányodat játszó színésznő, vagy kislány, igen, és fantasztikus. Abszolút. Tehát, nagyon, engem, nagyon. Engem megdöbbentett, hogy mennyire. Igen, igen. Tehát tényleg ez nagyon, az egész castingtól teljesen oda vagyok, hogy milyen jó. De hogy mégiscsak, tehát hogy nagyon nehéz volt ezt veled, de hogy, na, szóval, hogy ha nagyon sok jelző forog a fejemben a filmről, de talán a legerősebb az, hogy zavarba ejtő, mert annyira közel megyünk valami nagyon intimhez. És hogy ez, hogy nem tudom, hogy mi a várakozásod, meg hogy milyen ehhez mégiscsak muszáj lesz újra neked is valamiért, valamennyire a közönséggel együtt közel menni ehhez. Vagy hogy készülsz erre? Tehát, hogy én ezt jó azt mondom, hogy intim, mert én pontosan ezt gondolom a Jensről, hogy nagyon intim. És amúgy ezt jó, ha megmutatja a film, mert nagyon nehéz ehhez viszonyulni, és talán akkor ezt megmutatja, hogy mennyire fontos, hogy tiszteletbe tartsuk a másiknak a gyászát. Hogy hogyan akar temetést? Fehér ruhában? Nem akar temetést? Külön akar? Mikor hallok ilyeneket, hogy jaj, hát hogy lehetett ilyen temetést? Hát biztos nem is örült volna az, aki meghalt. A temetés nem a halott ér van, az az élő ér van, hogy el tudja engedni a halottat, és hogyha ezt akár meg tudja mutatni a film, és tud érzékenyíteni, tehát a másik küldetése az, hogy tök jó lenne, hogy az embereket egy kicsit érzékenyítenénk erre a témára, hogy most ugye itt van a Covid, itt van a háború, nagyon sokan halnak meg, nagyon sok olyan ember lehet közöttünk, akinek gyász van az életében, és hogy egy kicsit empatikusabban tudjunk hozzáfordulni, hogy mi játszódik le benne, hogy teljesen normális, hogy nagyon szélsőséges érzelmi reakciókat láthatunk tőle, és hogy ez rendben van. Ezeket így jó, hogyha... Én azt gondolom, hogy ennek ilyen szempontból értelme van, és azt gondolom, hogy én ezért gondolom jónak, vagy ezért is vállaltam ezt be, hogy mutassuk ezt meg. Amikor valaki gyászol, vagy valaki megözvegyül, akkor, és ezt nagyon érdekes, mert nekem mi dolgozunk néha együtt a VMN-nél Lepres Pannival, és valahogy előjött bennem a párhuzam, hogy nagyon sok mondat, amit a te nyilatkozataidban olvasok, visszaköszön a Panni, ugye, aki szintén elvesztett egy olyan férjet, aki ebben az országban egy élő legenda volt. És hogy nagyon sok a párhuzam, két gyerekkel maradt egyedül, és hogy ő is mondta ezt, hogy egy ország özvegye lett. Igen, igen. És hogy te is ugyanezt a kifejezést mondtad. Igen, igen.
hogy milyen megélni azt, hogy mindenki jobban tudja, hogy neked hogy kéne érezned magad. Pontosan, meg hogyan kéne viselkedni, mit kéne viselni, milyen rendezvényeken illik részt venni, pontosan, igen. De hát, tehát ugye ez is volt nagyon jó, hogy Tapolyai Emőke pszichológushoz tudtam járni, aki megmondta, hogy Hilda, egy embernek egy temetése van, és kinek akarok én megfelelni. Fontosak lesznek ezek az emberek néhány év múlva. És hogy így, ja nem, oké, akkor igenis mondhatom azt, hogy nem megyek el oda. És nagyon, nagyon kellett, tehát nagyon kellett ez a fajta megerősítés, hogy nem kell. Meg hogy ő mondta azt, hogy nehogy identitásommal váljon a gyász. Mert hogy ezt ugye elvárnak, és érzem is emberektől ezt az elvárást, hogy hát nekem azért illene egy életen keresztül egy ekkora ember gyászolni. És nagyon szomorú, hogy látok bizonyos nemzeti ünnepeink alkalmával, hogy előjönnek ilyen írások, hogy és elvesztette 56-ban a férjét, és örök életre gyászolta, és hazavárja, és ezt piedesztára van emelve. Hát ez borzasztó, tehát hogy mennyire szörnyű, hogy nem vagyunk tisztában azzal, hogy mi a helyes gyászfeldolgozás, hogy nem az a jó, hogyha egy 23 éves nő megözvegyülés egész életében gyászolja a férjét, mert ez nem egészséges. Tehát, hogy, és ehhez képest meg így vannak dolgok, amikor ezeket így piedesztára állítjuk. Uh-huh. És ezt kirakjuk, és arra nem, abban nem gondol benne senki, hogy jaj, most megkönnyezik emberek, igen, szupi, és vannak özvegyek, akik azt gondolják, hogy ezt akkor így kell csinálni. És hogy ez a jó, hogy akkor még én is így érzem, akkor ez a jó. És nem jó. Uh-huh. Ebből van kiút. És lehet kiút, nem kell úgy élni az egész életet, hogy fájdalom minden nap. De hogy például ezt is remélem a filmtől, hogy ez így akkor valami egészséges dolgot tud mutatni. Te ugye hamarosan... Igen, hamarosan férjhez megy. Igen, hamarosan férjhez mész, újra látodna. Szóval, igen. hogy egyrészt gratulálok. Köszönöm. Mire ez megjelenik már? Igen. Feleség leszel újra. és nagyon örülök ennek, és hogy az igaz, hogy ahogy a Zsoltot is, az új párodat is online ismerted meg? Igen, igen, igen. Amúgy ezt például tudom ajánlani másoknak is, hogy értékrend szerint keressünk. Tehát, hogy szerintem egyébként az nagyon... Tehát pont abban gondoltam bele, hogy milyen érdekes, hogy találkozunk valakivel, megtetszik, és belelátunk valamit. Projektálunk rá, igen. Igen. És hogy az online meg annyival jobb, hogy ott látok egy értékrendet, ami alapján nekem ő szimpatikus, találkozunk, és akkor fokozatosan alakul ki az, hogy ó, egyre szimpatikusabb. Ez is mennyire szuper, hogy így gondolkozik a világról. Igen, nekem is ez az érték fontos. Én is így akarok élni. Jé, azt érzem, hogy szeretem. Uh-huh. És hogy nem fordítva. Aha. És az éltem most már egy másodszorra meg, hogy ez egy tartós kapcsolatnak az alapja, hogy számomra minden esetben biztosan, hogy az értékrendünk az azonos, azt ugyanazt akarjuk az élettől, azt gondoljuk a világról, és hogy ez alapján egyre inkább azt érzem, hogy beleszeretek ebbe az emberbe. Pedig volt nekem is vidám csapás szerelem, olyan is volt az életemben, örülök neki, hogy abból nem lett házasság. De akkor neked mind a kétszer bejött ez a step by step. Igen. Megközelítés. Igen. Igen. Mert hogy tényleg olyan, hogy azért empatizálok azzal, hogy belelépni a te életedbe most férjként, apaként, akár putapaként, hogy ez azért feladat. Tehát, hogy ez olyan férfit igényel, akiben van craft. Hát akiben van annyi... Érzékenység és minden. Abszolút. Én nagyon emlékszem, amikor így Emőke mondta, hogy na, Hilda, akkor most meg kezdjen el keresni. Ja, a pszichológus. Igen, a pszichológusom. Jaj, hogy hallgatsz a pszichológusod. És akkor így mondtam, hogy jaj, de mellém erős férfi kell, és azt mondta, hogy nem, Hilda, maga mellé egy érzékeny férfi kell. És ez nagyon jókor jött, mert hogy akkor jött be a párom, az akkori párom az életem, és olyan, nem is tudom, mert ő egy ilyen érzékeny férfi. Uh-huh.
és igen, tehát, hogy ez is segített abba, hogy azt mondta emők, hogy érzékeny, hát akkor lehet, hogy mégiscsak nézzük meg. Szóval, de hogy amellett meg neki az önbecsülése is nagyon rendben van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ő azért tudott belépni az életembe, meg az életünkbe, mert hogy ő nagyon hamar tudta, hogy én ki vagyok, és hogy ez őt nem rémisztette meg, hanem úgy volt vele, hogy hát ő is tudja, hogy ő ki. Mert mint, hogy így rendben volt önmagával, és hogy persze az a kérdés, hogy amúgy emberileg működünk-e. És akkor nincs az, hogy méri magát. Hála folyamatosan. Istennek, nem, mert nem, hogy ez azért értetett, hogy itt van nem. Egy nagyon nagy nyomatékkal, és nagyon nagy örökséggel rendelkező első férj. És akkor, akivel ráadásul érted, özvegy, sokan mondják azt, akiknek özvegy a párja, és ők az új pár, hogy azzal aztán tényleg nem lehet versenyezni, hogyha van, aki ott van a... Hát, hogyha egy ideál van, akkor valóban nem, de hogy ezt... Tehát, hogy ez is megint ugye a gyászfeldolgozás, hogyha az úgy el van téve, tehát, hogy másrészt meg ő már nem jön vissza. Tehát, hogy ő én az a tisztában lettem, hogy Zsolt nem jön vissza. És hogyha... És nekem itt van szükségem egy párra. Tehát, hogy itt van szükségem arra, hogy valaki mellettem álljon, átöleljen. Ez nem megy így misztikus úton. Uh-huh. A fizikai történet, hogy ott van valaki mellettem is szükséges. És ráadásul a másik dolog, hogy arra is emlékszem, mikor azt beszéltük az emlőkével, hogy akkor vagyok jól, meg akkor leszek jól, hogy már valaki más keresek, mint Zsolt. És amikor ezt legelőször mondtad, kizárt, hát nem véletlenül mentem én Zsolthoz, hát én pont olyat akarok, mint Zsolt. És aztán tényleg észrevettem, hogy ugye alakultam, más lettem, más célok mozgatnak, más életem van. Saját identitásod van, igen. Tehát nem csak az, hogy özvegy vagy, hanem hát, csomó minden más is vagy. Igen, igen. Tehát az csak egy része az életemnek, és azóta már kinőtt abból egy teljesen új Sterzer Hilda, és ehhez az új Hildához kell egy más típusú pár. Uh-huh. És ez így teljesen jó, hogy a párom teljesen, tehát sok szempontból teljesen más, persze van, ami hasonlít, hiszen nem véletlen, tehát hogy ő is túrázik, szeret fotózni, szeret a természetben lenni, mozogni, ezek teljesen közösek bennünk, érdekli a spiritualitás, szóval, hogy ez egy teljesen jó, és, de hogy más, és ebben a másságban vagyunk mi jól. Tehát a jelenlegi Hilda van a jelenlegi párral együtt. Gyerekek boldogok ebben az új felállásban, gondolom. Igen, az ugye az a jó, hogy a fiamnak abszolút nem volt apaképe, és ő neki a párom az édesapa. Tehát, hogy tudja jól, hogy tehát ugye ez a másikról, hogy sose volt tabu, hogy nekik meghalt az édesapjuk. Tehát erről mindig beszéltünk, tudják jól, hogy mi a helyzet, de hogy hát azért az, hogy párom viszi pingpongozni, együtt tollasoznak, focizunk, biciklizünk, szóval, hogy ezek, tehát mindent vele él meg. Mm. Hát azt is, hogy meg kell csinálni a leckét, meg össze kell pakolni a szobába, édesfiam most elfogad, szóval. Értem. És Gerda? Hát őnek ugye nehezebb. Igen, ő nagyon kötődött. Igen. Tehát, hogy őnél például megvan ez a apa ideál, aki egy ideál, aki ugye soha nem szólna rá semmiért, és hát van egy húsvér apa, aki meg igenis... Menedzseli az életet. Igen. És ha olyannyi van, ráadásul ugye kamaszodik, akkor persze durcizik, hogy bezzeg szerinte az ideális apa ebben a helyzetben mit csinálna, de... Pedig. Ja, hát igen, igen, erről beszélek, hogy mennyire nehéz valakinek nem is kell a cipőjébe lépni, de hogy odalépni. Hát minden esetre én nagyon-nagyon nagy boldogságot kívánok nektek. Tényleg. Meg a filmhez is nagyon nagy sikert, mert tényleg edukatív az egész mozi, tehát hogy annyi mindent meg lehet tudni magunkról, meg arról, hogy hogy működik ez igazából a gyász, mindenféle romanticizálás nélkül. Nagyon
nagyon köszönöm a beszélgetést, no, egy élmény volt, örülök, hogy találkoztunk, és még egy picit megmutatjuk, hogy mászol, és utána hagyom kutatni. Jó, jó, rendben, rendben, én is köszönöm. Olyan mennyiségű betegségen mentem keresztül, amin azért azt gondolom, hogy ennyi idősen kevesen. Nagyon ambivalens, hogy bemész egy iskolába, a második kerületbe, hol mindenki gazdag, aha, mindenki jómódú, és te egy sztárnak a gyereke vagy. De közben úgy élsz, hogy tudod, hogy örülsz, fázol. Hogy így fázol, és hogy örülsz, hogy akkor most lesz-e vacsora, vagy nem. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájához.